A Katica bölcsödében már korábban megkezdődtek a felújítások, néhány éve ugyanis még a régi nyílászárókon keresztül fütyült be a hideg a csoportszobákba. Hangzott el a bölcsödei felújításokat bemutató kedreggeli sajtótájékoztató Nyíregyházán. Kovács Ferenc polgármester a rendezvényen elmondta, összesen 6 óvoda és 3 bölcsöde felújítása zajlik jelenleg, és fejeződik be még a nyári szünet alatt. 6 óvoda beruházása, fejlesztése már megkezdődött május elején, most pedig a 3 nagy bölcsődei felújításunk indul, még a közbeszerzés nem zárult le, de úgy tervezzük, hogy június végéig el tudjuk kezdeni a felújítást. Ez a Fazekas János téren, a Vécsei Közmény Stadion utcán lévő 3 bölcsőde a bölcsődei vezetőkkel való konzultációk alapján kerültek kijelölésre, és emellett a Dália utcai bölcsőbe is eszközbeszerzés lesz, amely egyrészt a konyhára, másrészt a gyerekekkel való foglalkozásra, a játékokra vonatkozik, de ez csak egy pályázat, van az önkormányzatnak a saját erőből finanszírozott évi rendszeres, hál' Istennek már 5 éve tartó programja, amiben ebben az évben 6 bölcsődében tudok olyan szükséges munkákat elvégezni, mindösszesen 44 millió forint körüli összegben, amik már nem akkora holderejűek, de nagyon szükségesek. Az energetikai és eszközbeszerző felújításokon túl a jövő évtől létszámbővítő beruházásokra is készülnek majd a nyíregyházi bölcsődékben. Idén viszont a Családok Éve elnevezésű programsorozat egyik rendezvényének házigazdájaként várják a kisgyermekeket és a családokat a Katica bölcsődében. Május 26-án 10 órai kezdettel a Katica bölcsődében egy országos rúcsó keretében a Családok Éve programsorozatnak Nyíregyháza ad helyszínt. Ezen a napon olyan programsorozatokat, programokat terveztünk, amelyek megcélozzák nem csak a családokat, hanem a családokon keresztül a gyerekeket és a hozzájuk tartozó családtagokat. 2 programsorozatból fog állni ez a rendezvényünk. Az egyik egy főzősóval egybekötött egészséges táplálkozással kapcsolatos rész. A másik rész pedig az egészséghez hozzátartozik nem csak az egészséges étel, hanem hozzátartozik a mozgás is. A másik pedig egy mozgással kapcsolatos tevékenység sorozat lesz. A programsorozat nyíregyházi állomására nem csak a kisgyermekeket és a szülőket, hanem a nagyobb testvéreket is várják, tette hozzá az igazgató.